16 évnyi főtitkári munka után Bitay Enikő mérnök informatikus akadémikust választotta elnökének az Erdély Múzeum Egyesület. Terveiről, elképzeléseiről híradónak is beszámolt. Hétvégén tartotta tisztúító gyűlését az Erdélyi Múzeum Egyesület. 4 évnyi mandátum után Kesszeg Vilmos néprajzkutató átadta a stafétát Bitay Enikő mérnök informatikusnak, aki 2006 óta főtitkára az EME-nek. Az egyesületi munkája mellett főállás oktató a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, illetve a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 16 évnyi közös munka után számított a kinevezésre, kollégái előzetesen jelezték a bizalmukat. A szervezet több mint 100 éves munkáját továbbra is a tudományosság jegyében vinné tovább, tudtuk meg az újonnan kinevezett elnöktől. Ezek a szándékok nem változtak, tehát a hagyomány, az értékrend az minket kötelez, és csupán ezt más köntösben kell burkolni, az mostani lehetőségek, társadalmi helyzet szemléletében kell úgy burkolni, hogy mindez a jelenben is hatékonyan működjön. Egyed Ákos az EME egykori elnöke is bizalommal fogadta Bitay Enikőt. Második mandátuma alatt közösen dolgoztak, így erős a meggyőződése abban, hogy sikerrel leküzdi az összes akadályt. A könyvkiadásnak gazdája volt, a titkárságnak, az egésznek.